Próbáljuk meg behangolni a dobjainkat, jó? Ritmusra! Most is jó? Mondjuk azt, hogy majd egyszerre doboljuk, egyszerre fújjuk a sipot, és addig fújjuk, amíg a vezénylés szól. Rendben van? Ki a vezén? Rendben van? Yeah! Nem hallom? Yeah! Na még egyszer! Yeah! Most mondjuk azt, hogy nem!
Most próbáljuk meg azt, akinél nincs dobverő, hogy tudunk tapsolni. Kezeket magasba. Figyelem. Háromra. Fütyülősök jönnek most! Fütyülősök, figyelem! Mindenki, köszönjük szépen! Szép, finom dobolás, fütyülés még lehet, amíg a rezső meg nem szólal, jó? De ha megszólal a rezső, akkor kérünk egy kis csöndöt. Thank you.
Nálunk három óra van. Nálam egy sem. Sziasztok! Gál Rezső vagyok, a mai rendezvény narrátora. Tegyük fel a kérdést, miért innen indul a tüntetés? Két oka is van ennek. Egyfelől az előző tüntetésen, mely szeptember 20-án volt, ezt ígértük. Másfelől meg azért, mert azt olvastuk az interneten, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2018. júliusában készített egy programot, melynek a címe 180 lépés a magyar gazdaság fenntartható felzárkózásáért. Ez most is fent van a neten. Ennek 48. oldalán a következő javaslatok szerepelnek. Adókedvezményt a vállalati egészségügyi csomagokra. Célzott ösztönzést az egészségpénztári be- és kifizetésekre. Ezek szerint van, amiben egyetértünk. A gond csak az, hogy az országgyűlési képviselők nem e szerint szavaztak. Továbbá nagy gond, és azért majd feladatot igényel, hogy valamilyen szemközti házban is megváltozott. Szerettünk volna átadni egy petíciót a Magyar Nemzeti Bank képviselői számára, de nem hogy óhajtják átvenni. A fontos dokumentumokat csak úgy kiszögezték a templom falára. Mi csak úgy egyszerűen kiragasztjuk majd a szigetelő szalaggal ezt a petíciót, továbbá majd megküldjük e-mailben. Kiragasztjuk? Köszöntöm a mai nap első előadóját, dr. Szilágyi Józsefet, a Liga Szakszervezetek társelnökét, a Demonstrációs Szervezőbizottság egyik tagját. Jóska, tiéd a szó! Sziasztok! Hello! Gratulálok nektek! Gratulálok, hogy itt vagytok! Mert ti vagytok azok, akik felismerték, hogy az adótörvény módosítása nettó jövedelemcsökkenést fog nektek okozni. Ti vagytok azok, akik felismertétek azt, hogy az adótörvény módosítás jogaitokat csorbítja. Ti vagytok azok, akik felismertétek, hogy a jogaitokat meg kell védeni, mert más ezt nem teszi meg helyettetek. És végezetül ti vagytok azok, akik el tudtatok, és elmertetek jönni erre a demonstrációra. Gratulálok! Természetesen sokkal többen vagyunk, akik nem értenek egyet az adótörvény módosításával. Nagyon sokan írták alá a tiltakozó petíciót, több mint 40 ezer ember írta alá azt, hogy tiltakozik az adótörvények módosítása ellen. Köszönjük nekik is a kiállást. Rezső itt a bevezetőjében bemutatott engem, egy titulosomat elfelejtette,
Én vagyok az Egyesült Villamos Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének az elnöke is. Kedves barátaim! Szervezőbizottság tagjaként szeretném leszögezni, hogy ez a demonstráció mindenféle híresztelés ellenére pártsemleges, pártpolitikától mentes, szakszervezeti, érdekérvényesítési akció. Egyet értünk ebben? Mint a Liga társelnöke viszont arról szeretnék beszélni, hogy a kormány T625-ös számú adótörvény módosítási javaslata valamikor a nyár folyamán benyújtásra került. A Liga szakszervezetek már június 22-én tiltakozott a kafetéria rendszer módosítása ellen. Ezt követően, nem sokkal a Liga tiltakozását követően, június 22-én a konfederációk is tiltakoztak. Közös levélet fogalmaztak meg a pénzügyminiszter úr számára, amelyben többek között rögzítették, hogy a tervezet nemzetgazdasági szempontból indokolatlan, a költségvetés számára érdemi többletbevételt nem jelent, munkavállalók számára jelentős nettó jövedelemcsökkenést jelent, és leronthatja az elmúlt évi béremeléssel kapcsolatos erőfeszítéseket. A Magyar Nemzeti Bank a költségvetéssel kapcsolatos véleményezése során megerősítette ezen szakszervezeti álláspontot, amikor jelezte, hogy több mint 2 millió munkavállaló nettó jövedelme csökkenhet az adójogszabályok módosítása miatt. Engedjük ezt? Megfogalmazták javaslataikat is. Ezért is érthetetlen a pénzügyminisztérium nyilatkozata, amit a napokban jelentetett meg, miszerint akkor tárgyalja a kormányzat az adótörvény módosítását, ha a szakszervezetek javaslatokat adnak. Hát szeretnénk emlékeztetni a pénzügyminiszter urat, hogy a konfederációk a következő javaslatokat fogalmazták meg. Maradjon meg a családok támogatásának érdekében az iskolakezdési támogatási kedvezmény, a lakáscélú munkáltatói támogatások adómentessége és a munkahelyi étkeztetés kedvezménye. A munkaerőhiány csökkentése érdekében a diák hitel törlesztő részhez adott munkáltatói juttatás adómentessége maradjon meg, a mobilitáscélú lakhatási támogatás adómentessége is maradjon meg. És végül az öngondoskodás elősegítése érdekében az önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári, önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulás kedvezménye is maradjon meg, valamint a biztosításokra fizetett munkáltatói költségek utáni adómentesség. Követeljük továbbá, hogy a kormány törölje el a közszféra hátrányos megkülönböztetését, legyen egységes a kafetéria felső határa. Követeljük ezt mi is! Kedves barátaim! Köszönöm, hogy itt közfelkiáltással megerősítettétek magatok és az általatok képviselt munkavállalók nevében a konfederációs követeléseket. Köszönöm! Kedves demonstrálók! A konfederációk az előző levél követően 2018. július 4-én szintén írtak egy levelet, amelyben kezdeményezték a VKF összehívását.
Mindezek tiltakozások ellenére a kormány változatlan tartalommal nyújtotta be az adótörvény tervezetet, melyet az országgyűlés 2018. július 20-án elfogadott. A kormány érdemi párbeszédet azóta sem folytatott a szociális partnerekkel, illetve minden kritikai véleményt figyelmen kívül hagyott, bárhonnan érkeztek is azok. Tiltakozunk ez ellen! A konfederációk egységesen kezdeményezték mind a VKF, mind az OKÉT összehívását, és kérték, hogy tűzze napirendre a béren kívüli juttatások adózásának kérdését. Én azt gondolom, hogy példaértékű a béren kívüli juttatások ügyében mutatott egységes kiállás, az egységes cselekvés. Akarjuk ezt a jövőben is? Akarjuk! Mint az EVDS elnöke, szeretnék tájékoztatni benneteket arról, hogy igen, nem titok, a villamos energiaiparban már hagyományosan a béren kívüli juttatások viszonylag magas mértéket képviselnek. Ezért bennünket jobban érinthet ez az adótörvény módosítás, mint más ágazatokat. Ugyanakkor a kollektív szerződések tartalmazzák ezeket a béren kívüli juttatásokat, aminek komoly következményei, konfliktusai lehetnek. Csak példaként említem, hogy az ágazati kollektív szerződésünk a munkáltatói támogatást a nyugdíjpénztárakba az éves bér 4,5%-ában határozza meg minimum. Azt gondoljuk, hogy ez egy fontos elért érték, és ezt meg fogjuk védeni. Megvédjük! Hogy a béren kívüli juttatások adójogszabálynak változása miatt a munkavállalókat hátrány ne érje. Tudjuk, nehéz lesz ezt elérni, hiszen a kormány nagyvonalúan exportálta ezt a konfliktus az országos szintről a helyi szintekre. Azt gondoljuk, hogy mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a munkavállalókat hátrány ne érje. Az EVDS állásfoglalásában kimondta, kész minden törvényes eszközzel küzdeni az adójogszabályok megváltoztatásáért, részt venni minden megmozdulásban, akcióban, amely közös munkavállaló és munkáltató érdekek érvényesítése érdekében meghirdetésre kerül. Az EVDS meggyőződése, hogy amennyiben a 2019 évi adótörvények megváltoztatására nem kerül sor, a munkabéke veszélybe kerül bértárgyalások során. Komoly konfliktusokkal, munkaharcokkal kell számolni a kormányzatnak. Kedves barátaim, ne adjuk fel, menjünk együtt tovább és tovább érdekeink érvényesítése érdekében, hiszen együtt erősebbek vagyunk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Robi Ferencet, a BDS elnökét, tartsa meg beszédét! Jó napot kívánok, jó szerencsét!
Tisztelt demonstrálók, kedves kolléganők, kollégák, barátaim! Eljöttünk ide, mert el kellett jönnünk. Mert a tisztesség, a szakszervezeti becsület azt követeli, hogy jelezzük, komoly problémát okoz az adótörvények megváltoztatása, a béren kívüli juttatásoknak a megadóztatása. Ezt nem lehet most elfogadni. Miért nem lehet elfogadni? Mert gyökeresen megváltoztatja egyes munkavállalók eltérő módon megszerzett pozícióit, a kiszámíthatóságot veszi el, a biztonságot veszi el, és ez a munkavállalók számára legalább olyan fontos, mint a döntéshozók számára. Tisztességes, kiszámítható viszonyokat akarunk a munkavállalók számára is. Ezért vagyunk itt, és tiltakozunk az ellen, hogy ezt megváltoztatják. Tiltakozunk! Sokan vagyunk, de még többen leszünk, mert közben az M3-ason úgy látom, hogy feloldódott a karambol utáni utcállás, és több mint 3-4 órás utazás után megérkeztek a borsodi kollégáink is, hogy még forintot jelentenek. Ezen adóköltségek a következő év január 1-től az elfogadott törvények alapján megduplázódnak. 40,71%-os adó helyett 85%-os teher jelentkezik ezeken a béreken. Kérdezem, ki gondolja komolyan azt, hogy ezt a munkáltató teljes egészében, ott, ahol jelentősebb juttatások vannak béren kívül, elfogadják és kiváltják. Nem hiszünk benne, és ezért tiltakozunk. Csatát vívtak világcéggel, hogy egyáltalán a béren kívüli juttatás bevezetésre kerüljön. Hittek a kormánynak, hogy a 100 000 forintos béren kívüli juttatás megmaradt, megállapodtak benne. A jövő évtől a nettó 8300 forint, hogy megmaradhasson, ami nem egy nagy összeg az alacsony béren dolgozók számára, ahhoz vagy 4%-kal kell megnövelni a bruttó bértömeget a cégnél, ha nem ismerik el béren kívüli juttatásként, de minimum 1%-kal. És ne mondja senki azt, hogy a külföldi tulajdonos el fogja fogadni, hogy megemeljük a béreket még plusz 4%-kal vagy 1%-kal, le fogja rontani a bértárgyalási pozíciókat. Kérem, tessék szíves lenni ezt megérteni, hogy ezek összefüggnek, ahol bértárgyalnak, mindennel összefügg. Meg kell kérdezni a szakszervezeti tárgyalókat, képviselőket, hogy mi az, amit végig tudnak vinni a következő időszakban, és azután kell döntéseket hozni. Ezért is vagyunk itt, hogy tiltakozzunk az ilyen megalapozatlan, szociális párbeszédet tönkretevő, egyébként a szakszervezeti és munkáltatási álláspontokat semmibe vevő magatartás ellen. Ez nem fogadható el. Ne hagyjuk!
32 000 forintos, ekkora nagy összeg, ugye? Munkavállalók számára lakás célú támogatást kapott, lakás kölcsön. A lakás kölcsönt, ha jövőre vissza akarják majd fizetni, vagy meg akarja tartani a munkáltató, 85%-kal meg kell emelni az összegét. Ki gondolja azt, hogy nem ideges az a munkavállaló, aki napról napra él, pillanatról pillanatra, sokszor kiszámolja még azt is, hogy tud a hónap végén megélni, hogyha 36 000 forintról megemeli 85%-kal a költséget, hogy fogja tudni visszafizetni. Mi lesz vele? Kérdezem, hogy őt is majd kilakoltatják, mert ezek a kérdések, amik nap mint nap foglalkoztatják az általunk képviselteket. Ezt se engedjük! Magyar Nemzeti Bank, mint ahogy ez a bevezetőben is elhangzott, több tanulmányt készített ebben az évben és adott ki. Februárban megjelent 10 éves jövőkép öngondoskodás kitekintéssel című tanulmány, ami egy rendkívül alapos, jó és dicsérhető tanulmány. Hadd olvassak fel ebből egy mondatot. Öngondoskodási megtakarításnak tekintjük a megtakarítási célú rendszeres, díjas, önkéntes nyugdíj pénztári tagságot. Kérdezem, és ezért vagyunk itt. Kérem önöket, akkor támogassák, hogy az itt jelenlévőktől a 24 éve sokak esetében, vagy éppen évtizedet gyűjtött összegeket ne veszhessék el, ne vegyék el, és legyen meg az öngondoskodásnak az ösztönzése. Miért kell ezt megváltoztatni? Ez egy működő rendszer. A munkáltatók befizetnek, a munkavállalók befizetnek. Hozzájárul a teljesítmény a GDP-hez. És mindenki várja, hogy mikor nyugdíjas lesz, a nyilvántartott összegéhez hozzáférjen. Hogyan lehet megkérdőjeleztetni, bizonytalanná tenni az embereket? Kérem szépen, az öngondoskodás minden fejlett piacgazdaságban egy kiemelt feladat. Támogatni kell, ösztönözni kell, segíteni kell. Ezt írták le az MNB-ben is. Kérjük őket, hogy az álláspontot vigyék tovább a döntéshozók felé, a kormány és a parlamenti többség felé, mert nem lehet az önkéntes pénztári bizonytalanságot fenntartani a következő év január 1-től. Döntés kell, segíteni kell a folyamatokat, és abba bízom, hogy minden jelenlévő, akinek van ilyen megtakarítása, a jövőben is biztosan számíthat arra, hogy befizeti a munkáltató a támogatást, és meg lesz az a háttér, amiben biztonsággal válhatja az öregkort, a nyugdíjaskort. Hát ennek reményében vagyunk többek között itt, és kérem, hogy aki úgy érzi, hogy az öngondoskodás fontos társadalmi cél, hát akkor most erőteljesen jelezze, és mondjuk el, hogy szükség van rá, nem lehet elvenni a munkavállalótól a kiszámítható biztonságot. Kérem, erősítsétek meg! Hadd jelezzek még, hogy ebben a tanulmányban olvasható az is, hogy még a visegrádi országokban is kétszer magasabb az öngondoskodás aránya, mint Magyarországon, és Lengyelországban is ez az arány megjelenik. Kérem szépen, hát támogassák már akkor az öngondoskodás, támogassák az önkéntes pénztári megtakarítások megőrzését, az egészség, a segély, és főleg a nyugdíj vonatkozásában szükségünk van rá, és kell, hogy ez megmaradjon.
pártja az nagyon jó dolog, választják is körülbelül 18-19%-a a kafetériában a munkavállalóknak. De a CÉP pártjával nem lehet iskolakezdést, nem lehet lakáscélút megtakarításokat, és nem lehet egyéb olyan közösségi célokat támogatni, ami számunkra fontos, kiemelten fontos. Nem lehet kedvezményezetté tenni egyetlen egy CÉP kártya kifizetést 450 000 forintig, aminek a legnagyobb zsebe a wellness zseb. És miért nem lehet? Fontos dolog az is, aki el tud menni wellnessre, de az általunk képviseltek egy jelentős része nem wellness problémákkal küzd. Higgyék el nekem, hogy sokszor holnap is egyéb más problémákkal is küzdenek. Tehát ha lehet, adják vissza az a legfontosabb célokra az adókedvezményt. Szeretnék innen is még egyszer jelezni, és nagyon kérünk mindenkit, hogy aki ebben tud tevőlegesen hozzájárulni, ha segítse a szakszervezeti törekvéseket. Bízom benne, hogy valamilyen módon közösen tudunk majd eredményt elérni, és kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá tudjuk tenni a munkavállalói jelenlétet, létet, és bízom abban, hogy ebben ez a rendezvény is sikereket és hozzájárulásat. Köszönöm a figyelmeteket, jó szerencsét! Hallgassuk meg Pincés Ernőt, az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató szakszervezeti vezetőjét. Ernő, nálad a szó. Erőt, egészséget, adómentes fizetséget! Ernő barátunk a jövőben 2019-ben felébredt. És egy nagyon rossz álma volt. Egy rémálma. Egyszer volt, hol nem volt. Egy régi történet volt álmában. Ernő bácsi a TSC-be, termelő szövetkezetbe mentés dolgozott, tisztességesen dolgozott. Fogta a dugványozóját, és ahogy kellett, dugványozta a palántát. Jön arra másnap egy bizottság. Delegáció élén Honecker elvtárs. Lehet valakinek mond ez valamit. Ernő bácsi, hát ne csak dugványozza a palántát, hanem másik kezébe fogjon egy kapát, aztán a tövét is kapálja menet közben. Ernő bácsi kapálta a közét, dugványozta a palántát. Kezdett már izadni egy kicsit. Jött a következő nap, még nagyobb delegáció jött. Brezsnyev eltárs jött egy másik országból. Szép, szép Ernő bácsi, szép ez a munka. De hát hatékonyabb lenne, a hatásfok is jobb lenne, a gazdaság is jobban menne, ha egy gerebét kötne a derekához, és közben még meg is gerebjézni a sorja közé. Tehát múlt az idő, jött a hazai, a nagy vezérbizottsága, ismeritek kicsoda. Meglátta Ernő bácsi, fogta kalapját, és elszaladt. Mondja neki a nagyvezér, Ernő bácsi, hova szalad, álljon meg! Dehogy állok! Még kitanálnátok, hogy éjszaka is dolgozzak, és a teremburámban még kössek egy lámpást! Akartok még egy lámpást? Akartok még egy kapát? Ébredezik Ernő,
Jaj, menni kéne dolgozni. Hú, de rossz álmom volt. Jó, van, menni kéne, de hát a munkába járás költsége most már többbe fog kerülni. Munkahelyemre, hogy bemenjek, egy adóval sújtság. Jó van ez így? Beérkezik a munkahelyére. Szeretne ebédelni, és ha már oda jutott a sorsa. De hát arra se jut annyi. Az étkezési támogatásból is levontak egy darabot. Arra is kevesebb jut. Ebéd után beszélnek arról, amit az előbb elhangzott, hogy összegyűjtögették a kafetéria összegből a lakás célú támogatásra, hogy a hitelt ki tudják váltani. Jó van ez így, hogy nem lehet ezután? Jó van így, hogy nem 0%-os adó? Hazamegy, lefekszik, gondolkodik, hogy még amit félretett későbbi nyugdíjas korára, az se így lesz most már, az se tud annyit tenni, nem tudja, hogy miből fog majd nyugdíjas korában megélni, mert az állami nyugdíj az kevés lesz. Akarjuk, hogy így legyen? Szakszervezetek, azért harcolunk. Már most tárgyaljuk a 2019-es béremelést az EON-nál. És már probléma az önkéntes nyugdíjpénztárnak, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárból mennyi jut a dolgozónak. Már probléma a kafetéria összege. Mennyi lesz a kafetéria összege, amit majd fordíthatunk béren kívüli juttatásra. Már probléma. Nem a munkáltató a probléma, a munkáltatóval több éve, több évtizede meg tudtunk állapodni. Szociális párbeszéd folyt, tisztességes párbeszéd és megállapodások, kollektív szerződések és egyességek születtek. Nem a munkáltató a hibás. És most egy több évtizedes eredményt felrúgnak. Jó van ez így? A munkavállaló. Ki fizeti az adót? A munkavállaló. És ki növeli a gazdaságnak a teljesítményét, a hatásfogát? A munkavállaló. Akkor ne hagyjuk, hogy felettünk döntsenek. Mi döntsük el, mi szóljunk meg, mi mondjuk meg, hogy hogy legyen. Ne felettünk döntsenek. Erőt, egészséget, adómentes fizetséget. Köszönjük, Ernő! Most pedig engedjétek meg, hogy felolvassam a Magyar Nemzeti Bank elnökének szóló petíció kivonatát. Tudjátok azt a kiragasztóst? Tisztelt Matócsi György, elnök úr! Az aláíró szakszervezetek... Az aláíró szakszervezetek nagyra értékelik a szociális párbeszéd minden formáját. Elvünk az, hogy a tagságunk érdekeit elsősorban tárgyalásos úton képviseljük. A demonstrációt szervező szakszervezetek, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Liga szakszervezetek egyetértenek abban, hogy a béren kívüli juttatások rendszerét szűkítő törvények jelentős érdeksérelemmel és nettó jövedelem csökkenéssel járnak,
a munkavállaló számára. A béren kívüli juttatások kiemelten fontos gazdaság és társadalompolitikai célok megvalósulását segítik. Így a munkaerő mobilitását, a családok támogatását, illetve az öngondoskodás különböző formáit. Ezek megszüntetése, a munkaerő megtartása, az élet és munkakörülmények javítása, az egészség megőrzés és a hosszú távú öngondoskodás ellen hat. Ezért tiltakozunk! Szakszervezeti konfederációk ezért határozottan kiállnak a béren kívüli juttatások megőrzése mellett és az őszi nemzeti szintű bértárgyalások keretei között egy téma napirendre vételét kezdeményezik. Tisztelt elnök úr! Arra kérjük Önt, hogy saját eszközeivel segítse elő a szakszervezeti konfederációk törekvéseit a béren kívüli juttatások megőrzésében. Töröljék el az új adókat! Köszönöm a figyelmeteket! Most pedig majd elmondom, miképpen vonuljunk az országház elé. A gyakorlati tudnivaló. Négy kis teherautó lesz a vonulási sorban, amelyeket itt láttok.